Egy VP logisztikai központból riasztotta a rendőrséget a portás kedden délután, miután egy magyar kamionsofőr jelezte, hogy szerb kollégája kamionjából 4 ember mászott ki a ponyvát felvágva. A jelzés után azonnal rendőrök és polgárőrök indultak a helyszínre, hogy megkeressék a telepről elszaladó fiatalokat. A közeli M86-os autóton egy közlekedési baleset történt, két rendőr innen indult, és 2 percen belül meglátták a menekülőket, akik a rendőri felszólításra azonnal a földre feküdtek, és nem próbáltak elszökni. Néhány percen belül több rendőrautó is érkezett. Az elfogott afgán férfiak plédet és vizet kaptak, majd szélvédett helyre kísérték őket a rendőrök, amíg megérkezett Szombathelyről az a jármű, amivel elszállították őket. A szerb kamionsofőrtől megtudtuk, hogy Törökországból indult fémalkatrészekkel. A szerb-magyar határt hajnali 5 órakor lépte át, és Kecskeméten töltötte a pihenőidejét. Majd 1 órát állt dugóban az autópályán. 14:30-kor érkezett Szombathelyre, ahol leadta a vámpapírokat, majd innen indult Vépre. Magyarországon végig mínusz 10 fok körül volt a hőmérséklet. Az afgán fiatalok feltehetőleg Szerbiában másztak be a kamionba. Egyikőjük elmondta, hogy a tálibok megkínozták. Ennek több nyoma is van a testén. A rendőrök őrizetbe vették a dokumentumok nélkül elfogott férfiakat.